Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án a népmese napját ünnepelték országszerte. Így történt ez Szekszárdon is, ahol a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében Szerencsének szerencséje címmel mesemondó versenyt tartottak kisiskolások részére. Nagyon vártuk már ezt a lehetőséget, mert nagyon szeretjük azokat a programokat, ahol lehetőséget tudunk adni a gyerekeknek a bemutatkozásra, megmérettetésre, és ahol tudjuk a népi és magyar hagyományokat ápolni. Van az én édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése, csináltasson nekem abból orsót, akkor én is megfonom a aranyfonalat. Aranyosak, kedvesek a gyerekek. Amikor engem megkerestek, hogy akarnak egy mesemondó versenyt rendezni, akkor még csak 14 jelentkező volt, aztán hirtelen megugrott, úgyhogy 34 gyermek jelentkezett az iskolákból, ezek csak inkább másodiktól hatodik osztályig, tehát középiskolások nincsenek. De én úgy gondolom, hogy ennek is örülni kell a mai elektronikus világban, amikor a számítógép és a tévé adja az információt, amikor már időt szakítanak erre, ennek örülni kell, hogy vannak ilyen pedagógusok és ilyen szülők, hogy fontosnak tartják a mesemondást. A gyerekek állat- és tündérmeséket, valamint tréfás történeteket meséltek el. Javarészt Benedek Elek műveiből válogattak, de elhangzott bukovinai népmese is. Sebestyén István, a zsűri tagja elmondta, a mesemondás szempontjából nagyon fontos az, hogy a gyerek értse, érezze a mesét, hiszen akkor tudja a legnagyobb átéléssel előadni. Petőfi Sándor evangélikus általános iskolából két diák indult a versenyen, mindketten székely népviseletben álltak a színpadra. Jár hozzám több székely gyerek, és székely mesemondó versenyekre is szoktunk készülni. Országos bukovinai székely mesemondó versenyen vettünk már többször részt, és Mátyás király mesemondó versenyekre is szoktunk menni. És a Bonyhád környékén, ha szerveznek mesemondót, mindig részt veszünk, nagyon szeretjük a meséket, és most már nagyon régóta, amikor megkaptuk a felhívást, azóta készültünk erre a mesemondó versenyre. Ej, de jó, de pompás! Persze, hogy belevújtak a gombózba. Csak hogy annál többet ehessenek. Hiszen, tudta a másik hazug, elég nagy gombóc volt, szeret igaz. Beke Nóra a szekszárdi Baka István általános iskolából érkezett, és Benedek Elek a Szilvás gomboz című meséjével lépett színpadra. Nóri elmondta, hogy nagyon izgult, hiszen első osztályos korában volt utoljára mesemondó versenyen. 3 hét, vagy hát igazából ezt így nagyon nem számoltam, de volt bőven idő megtanulni. Először úgy tanultuk, hogy olvastuk, és közben felnéztünk. Utána már ráfeküdtünk arra, hogy kívülről tudjuk, és a végső lépés volt a hangsúlyozás. Sebestyén István azt is elmondta, hogy a népmese gazdagsága, sokszínűsége egyedülálló. A legkisebb gyerekektől egészen a legidősebb korosztályig mindennapi táplálék a mese, pótolhatatlan és utánozhatatlan élményt adó utazás.